A Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben látták vendégül azokat a disztrófiás gyerekeket, akik a Délbácskai Körzet Disztrófiásai Egyesületének szervezésében 8 napot töltöttek a Tiszaparti városban. Idén már a 9. éve, hogy a Délbácskai Disztrófiás Egyesület tagjai a Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben rendezik nyári táborukat, amelynek mottója fel a fejjel. Ennek igazán örülünk azért, mert nagyon kedves vendégeink, és nagyon jó a közös munkák, jól megértjük egymást, és remélem, és úgy hiszem, hogy ennek a közös munkának az eredménye, hogy ők már 9. éve ide járnak hozzánk. Minden idén is nagyon sok volt a jelentkező, és amiért boldogok vagyunk, az az, hogy ők már évről évre több a visszajáró táborozók száma is. Idén július 16-a és 24-e közt több mint 60 táborozó van jelen a gyógyfürdőben, és őket kiváló oktatók, és nagyon sok, nagyon érdekes program várja. Sok a játék, a móka, a kacagás, és ami a legfontosabb, a gyermekek igazán jól érzik magukat, úgyhogy remélem, hogy jövőre is a vendégeink lesznek, és hogy természetesen visszavárjuk őket. A 8 napos magyar kanizsai táborozás idején a disztrófiás gyerekek a medencében gyógyvizes terápián vettek részt, az ebéd utáni időszakot pedig művészeti műhelyek megtartására használták fel, de például szerveztek maguknak játék határok nélkül vetélkedőt is, ami segítette őket az ismerkedésben és barátkozásban. A disztrófia öröklődő szövet, illetve izomsorvadás. A leggyakrabban már születéskor vagy a korai gyermekkorban jelentkező izomsorvadás következtében a betegek mozgása megnehezül, legtöbbjük idővel tolószékbe kényszerül. Van olyan fajtája, amellyel a beteg jó, ha megéri a 15. életévét, de olyan is, amellyel leélheti az egész életét. Ezek a gyermekek rendszeres résztvevői az ifjúsági táboroknak, amióta meg Magyar Kanizsára járnak, úgy érzik, hogy az itteni gyógyvíz kimondottan jót tesz nekik, minden táborból felerősödve térnek haza.